Nagy változás történt az elmúlt évtizedekben. Rejber István tartotta a nyitó előadást a fehérvári ateroszklerózis találkozón, melyet két évente szerveznek meg 2009 óta. Az idei már a 8. alkalom volt. A konferencia célja időről időre, hogy a szakembereknek legyen alkalmuk megvitatni a diabétesz, a magas vérnyomás, vagy éppen az elhízás kapcsán előkerülő újabb tudományos fejleményeket. Ugyanakkor időről időre előkerül a találkozón a megelőzés fontossága is. A dietetikus sok is itt vannak, jelen vannak, és a két nap folyamán rengeteg dietetikai előadás elhangzik, ami hát ugye nyilván mindenki számára világos, hogy az érbetegségek, a kardiovaszkuláris halálozást megelőzni a megfelelő egészséges étkezés nélkül nem lehetséges. A konferencia résztvevőit Lerner Zsolt is köszöntötte. Az alpolgármester beszédében kiemelte, a város számára mindig is fontos cél volt az egészségmegőrzés. Ezért is indították el 2011-ben az egészségfejlesztési tervet, és szerveznek időről időre városrészi és tematikus szűrőnapokat is. Ezeknek az alkalmakon éreztünk, mert több tízezer szűrővizsgálatra került sor, alkalmakként több mint 100 ember. A fehérvári ateroszklerózis találkozó témái közt szerepelt az inzulinrezisztencia, a diabétesz komplex étrendi kezelése, a zsírmáj, a szépkorúak és a gyerekek táplálkozása is. A konferenciára az ország minden területéről érkeztek szakemberek, házi orvosok, dietetikusok, ápolási területen dolgozók és orvosok egyaránt.